nézi! A diákok és az egyetemi kórus műsora köszöntötte az intézmény öreg diákjait, hozzátartozókat, egykori pedagógusokat az október 14-i díszoklevél átadó alumni napon. Egy oktatási intézmény életében a legszebb ünnep az oklevél átadás, amikor a megérdemelt munka eredménye adható a hallgató kezébe. A legmeghatóbb ünnep pedig egy életpálya méltatása, az arany, gyémánt, vas, rubin díszoklevelek átadásával azok számára, akik 50, 60, 65, 70 éve vehették át diplomájukat. A rendezvényen dr. Varró Bernadett főigazgató házigazda szerepkörben, s mint egykori diák köszöntötte a vendégeket, hangsúlyozva az ünnep fontosságát. Ezt követően dr. Bujdosó Zoltán rektor helyettes szólt az öreg diákokhoz. A Jászberényi tanítóképzés 100 éve, és az eddig eltelt 100 év, és remélhetőleg elkövetkezendő 100 év is létjogosultságot ad arra, hogy nem csak a térségben, nem csak Jászberényben, a Jászságban, hanem akár Heves megyében, Pest megyében, Jász-Nagykun-Szolnok megye más területein is tovább szolgálja azt a fontos ügyet, amit azt gondolom, hogy a magyar társadalom számára egyik legfontosabb ügyet, mégpedig a utánpótlás nevelést, a gyerekeknek a nevelését. Ezt nagyon köszönjük Önöknek. Pócs János országgyűlési képviselő megköszönte a pedagógusoknak azt az áldozatos munkát, amit a diákok nevelésében, tanításában végeztek. Ha pedagógussal az utcán találkozom, akkor biztos, hogy meg kell ismerni az arcáról. Az arcáról, mert vidám, mindig mosolyog, mint azok a kisgyerekek, akiknek a környezetében élt. És látni kell a tekintetében az őszinte, egyenes tisztaságot, mint azoknak a makulátlan gyermekeknek, akik életük során tanított. Ha most végignézek az arcokon, ugyanezeket az arcokat és ugyanezeket a tekinteteket látom. Őrizzék sokáig ezt, Isten értesse Önöket még nagyon sokáig. A köszöntők és ünnepi beszédek után átadták a díszokleveleket azon személyek részére, akik diplomájukat több mint 50 évvel ezelőtt szerezték meg az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi kampuszának jogelőd intézményében. Az ünnepségen 5 arany, 6 gyémánt, 2 vas és 1 rubin diplomát adtak át. Gyémánt diplomát adományoztak Telek Béláné Mizsei Évának, aki férjével együtt a Jászságban tanított hosszú éveken keresztül. Nagyon szerettem tanítani, nagyon szerettem a gyerekeket, és ezt abból is látom, hogy amikor bármelyik tanítványommal összetalálkozok, mindig szívesen emlékeznek vissza rám. És tényleg örömmel gondolok arra, hogy ennyi időt eltölthettem a pályán, én majdnem 40 évet, mert még akkor, mint ugye, gyémánt diplomás, én még korábban tudtam nyugdíjba vonulni. Posztumusz vas diplomát adományoztak dr. Gledura Lajosnak, a tanítóképző korábbi pedagógusának, és szintén vas diplomát vehetett át felesége, dr. Gledura Lajosné. A gyermekkoromtól fogva a legfőbb vágyam volt az továbbtanulás, és abban az évben kerültem be, és a férjem is 1947-ben a tanítóképzőbe, amikor, vagyis én ide a Jászberényi tanítóképzőbe, amikor a képző fennállásának a 30. évfordulóját ünnepeltük. Együtt maradni, tanítani, és folyton folyvást tanulni. Hát ezt el tudtuk érni, és szinte az életünk beteljesítése ez. Rubin diplomát vehetett át Dudás Zoltán, aki a tanítóoklevelét 1947-ben kapta meg a Jászberényi Állami Tanítóképzőintézetben. Én igazgatóként mindig nevelő után jártam. Minden nyaram azzal telt el, meg azután, hogy hova tudom leültetni a gyerekeket. Hogy tanterem legyen, meg nevelő legyen. Volt, hogy az utcán sikerült elfogni egy éppen pályát kezdő vagy kereső nevelő. Volt, hogy szórakozó helyen, volt, hogy üdülő helyen, de azért elment a dolog. Örömmel látom, hogy a folyosón a kövezete az még ugyanaz, mint 70 évvel ezelőtt. Más semmi.
A tanítóképző egykori hallgatói örömmel és elérzékenyülve emlékeznek vissza az intézményben eltöltött évekre. Az ünnepséget és a visszaemlékezést színesítette az iskola történetéről szóló kiállítás is, ahol a tablóképektől a bizonyítványokig számos emléket őriznek.